Napor előre haladtával sajnos mindannyian egyre többet tudunk meg a különböző látásvizsgálatokról és ellenőrzésekről. Én például ma tudtam meg, hogy ez a kettő nem ugyanaz. A látás ellenőrzés egy gyors vizsgálat, ahol csak megnézzük, hogy minden rendben van a szemünkkel. Ám a látásvizsgálat sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb, és azt is megállapítja, hogy más szervek egészségi állapota és a szemünk romlása között van-e, és ha igen, akkor milyen összefüggés. Látásunk tökéletessége meghatározza a mindennapjainkat. Hogy ez mindig tökéletes is maradjon, ezért javasolt évente vizsgáltatni. Mi a különbség a látásellenőrzés és a látásvizsgálat között? A látásellenőrzés egy gyors folyamat, ahol azt ellenőrzik, hogy az illető, aki beül a székbe, az jól lát-e, nem lát jól, illetve használ valamilyen látásjavító segédeszközt, az jó-e még, vagy már korrigálásra szorul. Itt a folyamatban ellenőrizzük a látásélességet, illetve a látóélességnek a felmérése a fontos. Ezt évente célszerű megtenni. Általában iskolás korosztálynak azért ez iskola kezdésnél mindig praktikus, ha ez megtörténik. És ezzel szemben a látásvizsgálat mit jelent? A látásvizsgálat ez egy sokkal komplexebb folyamat. Ugye ott már történik egy gépi mérés. Olyan gépek vannak, ami 8-9 mérést végez el. Tulajdonképpen az átlagos szemdioptria kimérése mellett, egy szaruhártya görbület mérés mellett a legnépszerűbb szembetegségekre, tehát szürkehályogra, zöldhályogra is mér, zöldhályogot sokkal-sokkal több adatból, mint egy egyszeri méréssel mér. Emellett megállapításra kerül a korrekció. Tapasztalatok szerint 80%-ban ma már a századpontos dioptria az, amit az emberek igényelnek, és ennél is kevesebb alkalmazkodást biztosítanak a szemnek. Illetve a látásvizsgálat során vizsgálják a könyv összetételét, hisz ma már azért az emberek jelentős százalékának ilyen problémái is vannak. Sajnos nem csak az idősebb korosztály, hanem bizony-bizony a kamasz korosztálynak is a könyvtermelés egy komoly probléma, hisz olyan környezethatások érik. Azért fontos sűrűn látásvizsgálatot végezni, mert hogy szemünk iszonyatos munkát végez a sok különböző távolságra való tekintésnél. Nem erre tervezték a mi szemünket, hogy ennyiszer használjuk ennyi különböző távolságra.